Parrag László, Orbán Viktor egyik gazdasági tanácsadója újabb elképesztő kijelentést tett. Emlékezetes, korábban is tett már hajmeresztő nyilatkozatokat. Például azt mondta, hogy a magyar gazdaság fő ereje az olcsó munkaerő, és erre kell építenünk, de azt is mondta cinikusan, hogy nem szeretné kipróbálni, hogy milyen lehet 300 ezer forintos fizetésből élni. Most azt mondta, hogy a vendégmunkásokat és a migrációt nem szabad összemosni, mert a kettőnek nincs köze egymáshoz. Ez hazugság, ez nem igaz, a kettőnek van köze egymáshoz. A vendégmunkás is migráns, elég megnézni, hogy Nyugat-Európában a 60-as, 70-es években pont így indult el ez a folyamat, aminek következtében Nyugat-Európa elveszítette eredeti arculatát, és a Fidesz pont ugyanezt a sorsot szánja hazánk számára is. Ezért jönnek a vendégmunkások, akik nem fognak hazamenni, itt fognak maradni a globális nagytőke nyomására, a kormány meg fogja engedni nekik, hogy itt maradjanak hosszú távon. A Mi Hazánk mozgalom viszont teljesen szembe helyezkedik ezzel a nemzetellenes politikával, és a magyar dolgozó érdekében, a magyar dolgozó védelmében küzdeni fogunk el ez ellen, és azt mondjuk, hogy nincs szükség vendégmunkásokra, hanem a magyar dolgozókat kell erkölcsileg és anyagilag is megbecsülni.